Sziasztok, harcosok, sziasztok, túlélők, sziasztok, Ninzsák Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Az itt látható videók a narcisztikus, illetve toxikus kapcsolatokról szólnak, ahogy már tudjátok, és akinek ez a téma tetszik, az iratkozzon fel, akinek meg majd ez a videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot, és aki anyagilag is szeretné támogatni a csatornát, és ezt nagyon köszönjük, az nyomja meg itt a csatlakozás gombot a videó képe alatt, és az összes pénzt mindig visszaforgatom a csatornába, ahogy tudjátok, azért, hogy a csatorna hosszú életű maradjon. Hát ma kint vagyok az udvarban, mert gondoltam, hogy milyen jó lenne kicsit változtatni, és nálam ma egy hatalmas buli lesz, nem az én születésnapom, hanem a barátnőm férjének a születésnapja, úgyhogy ilyen készülődések folynak be, majd lehet, hogy rakok fel egy-két képet nektek arról, hogy milyen buli fog itt ma este történni nálam. Na, nem is tudom, szerintem leveszem ezt a napszemüveget, csak nagyon bántja a szememet ez a szűrt fény. Ma egy rövidebb videót terveztem, de nem biztos, hogy rövidebb lesz, ugye, mert nem biztos, hogy tudom tartani a szavamat, mindig megígérem magamnak, hogy rövid lesz, de soha nem lesz rövid. Arról szeretnék beszélni, arról a riportról, amit Petivel készítettünk ugye egy pár nappal ezelőtt. Nekem a riport nagyon tetszett, és olvasom a kommentjeiteket, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan kommenteltek, és nagyon örülök annak, hogy vannak különböző nézőpontok az elhangzottakról. Úgyhogy Timikém, meg MKV nem kövez benneteket meg senki, jó, hogy ezek az elmélkedések elhangzottak, hiszen azt mutatja ez nekem, hogy logikusan gondolkodtok, hogy használjátok az agyatokat, hogy analizáljátok azt, ami elhangzott, és ennek nagyon-nagyon örülünk, tehát nem kell állandóan mindent csak úgy feltételek nélkül elfogadni ezen a csatornán. Na most, ugye volt pár ember, aki azt írta, hogy nekik nem tűnt az ki a riportból, hogy Petinek az exe az narcisztikus lett volna, vagy narcisztikus volt. Hát először is én úgy emlékszem, hogy a riport alatt nem hangzott el az, hogy bárkit mi narcisztikusnak tituláltunk volna, tehát nem hiszem, hogy elhangzott ez a szó, vagy ez a mondat, hogy ez az ex narcisztikus lett volna. Ahogy mindig mondom nektek, itt nem az a fontos, hogy mi a diagnózis, vagy mi nem a diagnózis, vagy hogy milyen diagnosztikai keretbe tudunk bárkit is belefoglalni, hanem itt Peti érzései voltak a fontosak. Az, hogy ő érezte azt, és erre referált, érezte az ösztöneiben, hogy valami ebben a kapcsolatban nem stimmel, hogy a kapcsolat dinamikája nem stimmel, és mindjárt erre kitérek. A másik pedig, MKV, eszem, te voltál az, aki azt mondtad, hogy jó lett volna a másik felet, ugye ezt a hölgyet is meghallgatni. Itt ezen a csatornán senki esetében egy riporton sem hallgattuk meg a másik felet, senki partnerje, ex-partnere itt nem beszélt és foglalt álláspontot, és mutatta be az ő álláspontját, eleve azért, mert ez a csatorna nem róluk szól úgy, hogy az ő kifogásaikat, az ő magyarázatikait hallgassuk, és tudjátok, hogyha ők elmennek terápiára, nagyon meg tudják vezetni magát a terapeutát is, hanem itt egyedül és kizárólag a mi szempontunkra vagyunk kíváncsiak ezen a csatornán, és nem is szükséges igaziból nekünk azt elmondani, vagy azt bemutatni, hogy hogyan gondolkodtak azok az emberek, akik minket így lelkileg megkínoztak, mert itt nem az ő gyógyulásukról van szó, hanem a mi gyógyulásunkról, a mi szempontunkról, arról, hogy mi igazolva vagyunk a saját érzéseinkben, amit ugye már mindig mondunk, hogy állandóan meg is érzünk egy ilyen ösztönös szinten, az ösztön szinten megérezzük azt, hogy itt valami nem stimmel ezekben a kapcsolatokban. Ezekkel a diagnózisokkal, mindig mondom, hogy most ki narcisztikus, vagy ki nem narcisztikus, vagy ki bipoláris, vagy ki nem bipoláris, vagy ezekkel szerintem ne foglalkozzunk annyit. Ne foglalkozzunk annyit, mert diagnosztikát felállítani valakiről, főleg úgy, hogy Peti elmeséléséből, ugye, rettentően nehéz, de így direktben is, tehát közvetlen találkozással is felállítani egy diagnózist, ahogy már előző videóban is említettem, rettentően nehéz és időigényes. És itt nem is a diagnózis felállításáról van szó ezekben a történetekben, hanem arról van szó, hogy valaki, te, Peti,
bárki, Réka, bárki, Nóri, megtapasztaltatok egy olyan kapcsolatot, amely titeket idegileg, szellemileg, pszichésen, testileg, érzelmileg nagyon megviselt, hogyan navigáltatok ebben a kapcsolatban ideig, óráig, mikor volt az a pillanat, amikor kiléptetek ebből a kapcsolatból, hogy emésztettétek ti ezt meg, és hogyan tudtok most validációt, igazolást, bátorítást adni a többieknek, akik hasonló cipőben járnak. Plusz ugye, ott a kommentekben volt az is, hogy na hát ez az ember nekem borderline-nak tűnik, másiknak meg narcisztikusnak, vagy éppen egyáltalán nem narcisztikusnak tűnik. Ezek a diagnózisok és definíciók között vannak átfedések. Általában egy narcisztikus ember nem csak narcisztikus, hanem valami társpatológiával is rendelkezik. És ezeket az átfedéseket nagyon nehéz látni, és nagyon szubjektív az, amikor valamelyik terapeuta, pszichológus vagy valaki, szakember észreveszi ezeket az átfedéseket, és pontosan definiálja is ezeket az átfedéseket. Tehát nekik is nehéz, nekünk, akik laikusak vagyunk, és ezt az, hogy laikusak, nem úgy gondolom, hogy én lenézem magunkat, hanem nincsen nekünk szakmai képesítésünk ilyen diagnózisokat felállítani, de annak ellenére, hogy mi laikusak vagyunk, annak ellenére mi érezzük egy ilyen ősszinten, valami furcsa van, valami zavaró van, valami idegesítő, valami tönkretevő van ebben a kapcsolatban, és ezt mi már érezzük. De hogy visszakanyarodjak a mondatom első részéhez, igen, szóval ezt nekik is, szakembernek is nehéz definiálni. Hát akkor nekünk, laikusaknak milyen nehéz definiálni ezeket a dolgokat, és arra akartam kiukadni, hogy nem is ez a feladatunk, hogy mi definiáljuk, hanem az a feladatunk, hogy mi hallgassunk az ösztöneinkre, hiszen azok súgnak nekünk, nem kell ahhoz nekünk szakembernek lenni, hogy az ösztöneinkre hallgassunk, bár ez a legnehezebb, ugye, mert mivel mi empaták vagyunk, mi igaziból tényleg az érzelmeinkre hallgatunk, nem pedig a logikánkra, és így érzelmi szinten próbáljuk racionalizálni, ez tudom, kicsit ilyen oximoronnak tűnik, az, hogy mi történik velünk. Tehát van egy furcsa dolog, ami történik velünk, és akkor azonnal próbáljuk ezt mentegetni, kifogásokat találni, hogy ez a partner, aki minket ugye szeret, miért tette ezeket a dolgokat. Na most ez volt az én reakcióm arra, hogy miket kommenteltetek Peti riportjával kapcsolatban, és beszéltem már Mártával és Petivel is, és úgy döntöttünk, hogy a közeljövőben hárman fogunk erről beszélgetni, úgyhogy azt a riportot is meg fogjátok majd hallani. És csak mondom nektek, nem árulok el hatalmas titkot, tehát nem lesz ilyen spoiler, de a szóban forgó exet később diagnosztizálták. Csak Peti erre nem tért ki a riportban. Igen, diagnosztizálták. Nem mondom meg, hogy mivel, de diagnosztizálták. Egy személyiségzavarral, és ez azt igazolja, hogy Petinek a megérzései nagyon-nagyon pontosak voltak azzal kapcsolatban, hogy igenis itt valami furcsa dolog történik, hogy ez a dinamika nem normális. Na most vegyük azt is figyelembe, még egy utolsó kitérőnek, hogy erre a csatornára, ilyen riportokra nem jelentkeznek általában olyan emberek, akiknek nincs egy különleges történetük. Tehát aki itt már megosztja a történetét, az nagy valószínűséggel egy abnormális, egy személyiségzavaros történetet oszt meg, amit egy olyan emberrel tapasztalt meg, aki valamilyen szinten biztos, hogy toxikus. Tehát nem szoktak itt emberek általános, átlagos sztorikat megosztani. Most ezzel kapcsolatban is ez egy nagyon nagy nyitány volt, de úgy éreztem, hogy fontos volt referálnom a ti kommentjeitekre, Petihez kapcsolódó kommentjeitekre. Most ezzel kapcsolatban szeretném mondani azt, hogy
mikor érezzük azt, hogy mi egy furcsa kapcsolatban vagyunk. Én szerintem, hogyha most csak az ösztöneinkre hallgatunk, és elképzeljük magunkat egy ilyen ős szituációban, mint ős emberek, akik a barlangban laknak, amikor nem tudunk másra hagyatkozni, mert ugye akkor még ilyen pszichológia, meg pszichiátria, meg ezek a kutatások még messze év ezredekig nem voltak, tehát csak az ösztöneinkre tudunk hallgatni, akkor én biztos vagyok benne, hogy ilyen szituációban is megismernénk, felismernénk azt, hogy a párunk nem úgy működik közre ebben a kapcsolatban, ahogy igaziból az egy biztonságot teremtő, érzelmileg kielégítő, érzelmileg feldobó, érzelmileg biztonságot adó kapcsolat maradjon. És most én magamra visszatérve, hogyha én mint ősember vizsgálom magam és a volt kapcsolatomat, akkor azt tudom mondani, hogy már az elején nekem voltak ilyen érzéseim, hogy nem volt ez annyira épp értékű, vagy annyira megnyugtató az a kapcsolat, annyira érzelmileg biztonságos az a kapcsolat, amelyben én is voltam. És én ezt akkor vettem észre, amikor már ugye szerelem bombázott engem ez az ember, és én olyan nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam. Mert ugye a szerelem bombázás alatt olyan nagyon boldogak tudunk lenni, olyan nagyon kiteljesedettek tudunk lenni, szárnyalunk, repkedünk, hogy megtaláltam az én páromat, megtaláltam azt, aki nekem tényleg a legjobb. Mindenben, kinézetben, kémiában, testileg, lelkileg, ez nekem a legjobb partner. És ugye mi empaták őszintén tudunk örülni ennek, és kimutatjuk ezt az őszinte lelkesedésünket, ezt az őszinte szárnyalásunkat. De a narcisztikus, vagyis hát az én volt partnerem is, most már így, ugye, visszanézve, nem biztos, hogy örült az én ilyen nagy-nagy örömömnek, ennek a nagyon őszinte örömömnek, ugye már csak azért sem, mert mikor milyen nagyon kibontakozunk örömteljesen, akkor nem vagyunk annyira kontrollálhatóak. Szóval az én volt kapcsolatomban is volt olyan, mikor ebbe a nagy örömbe, az én őszinte örömömbe ő belerondított. Kreált egy olyan szituációt, amikor én elvesztettem a talajt a lábam alól. Ugye, mentem a legnagyobb eufóriából le a mélységbe, hogy nehogy már én olyan biztonságban tudjam magam érezni. Na most ehhez, hogy te ezt érezd, és legyen bátorságod ahhoz, hogy te ezt magadban tudatosítsd, és esetleg fölhívd a barátodat, hogy figyelj, itt valami történik, én vagyok a hülye, én akarok sokat, én vagyok a hisztis, magamba keressem a problémát. Ehhez nem kell képesítés, ehhez nem kell szakképzettség, ezt te érzed. És akkor ugye megy tovább a kapcsolat, és elkezdődnek többször előfordulni ezek a pillanatok, amikor téged megingatnak, amikor azt tudatosítják benned, hogy annyira ne örülj el, annyira nem vagy te ilyen rockstar, annyira nem vagy te ilyen szupersztár, mint te gondolnád magadat. Ehhez nem kell szakképesítés, ezt te érzed, és azt is érzed, hogy ez máshogy történik, mint egy előző kapcsolatban. Egy előző kapcsolatban ezeket a magasságokat és mélységeket te nem érted meg. Nem tapasztaltad meg. Itt van az, ahol megtapasztalod, hiszen olyan magasságokba tudnak téged repíteni ezek a kapcsolatok, amelyeket még nem tapasztaltál, pontosan azért, mert ugye ezekben a narcisztikus vagy toxikus kapcsolatokban téged tükröznek. Tehát te saját magadat látod ebben az emberben, és azt gondolod, hogy bakter, basszus, milyen kompatibilis velem ez az ember. Én még ilyet nem is tapasztaltam. Úgy beszél, ahogy én beszélek. Azt szereti, amit én szeretek. Azokat mondja, amiket én szeretnék hallani. Úgy viselkedik, úgy mozog. Azt eszi pontosan, ami engem tükröz. És ugye itt vannak ezek a magasságok, de ezt nem bírják elviselni. És ezért lerántanak téged a mélybe, csak azért, hogy kontrollálható maradj, hogy nehogy elbízd magad, hogy tudd, hogy hol a helyed.
És akkor egyszer csak megtörténik az, amikor elérte az ő viselkedése, az ő provokációja azt a pontot, amikor a határaidat nem csak hogy súrolta, hanem át is lépte, át is ugrotta, fel is robbantotta, vagy azzal, amivel tett, vagy azzal, amit mondott. És ehhez megint nem kell szakember. Ezt megint te érzed, és megint ezt te tudod. Mi, és mi empaták, sokkal jobban érezzük a dolgokat, mint a narcisztikus. Ugye mondjuk azt, hogy hát a narcisztikus ösztöne mennyire jó, mert ugye le tud minket tapogatni, tud nekünk vetíteni, át tudja venni a viselkedésünket, nagyon jó ráérzései vannak azzal kapcsolatban, hogy mi hol vagyunk sebezhetők, de mi empaták százszor jobbak vagyunk ebben. Mert a narcisztikus csak fehéren és feketén lát. Ő le tud tapogatni téged, de nagyon nagy mozzanatokban, csak nagyon kis felbontással tud téged letapogatni. Mi viszont, akik nem csak fekete-fehéren látnak, hanem mi látunk, mi érzékelünk a szürke 50 árnyalatában is, és még ennél több árnyalatában is, mi nagyon sokféle rezgés, sokkal többféle rezgés letapogatunk. Úgy, ahogy Peti is letapogatta ezeket a többféle érzéseket. Az, hogy itt most a videóban nem analizálta azt ki, hogy most ez szürke szikla volt, vagy gázlángozás volt, vagy fókusztolás volt, vagy szósaláta volt, ez nekünk most teljesen lényegtelen, mert ő nem ezt akarta számunkra kidomborítani, hanem pontosan azt a progressziót, vagy a progresszió hiányát, amit ő megtapasztalt ebben a kapcsolatban. Ugye, hogy éveken keresztül különböző kontextusokat teremtett a kapcsolatnak, hívve azt, arra számítván, hogy ezek majd megoldást hoznak a kapcsolatban, de ez ugye nem így történt. Mert hiába változtatta Peti a kontextusokat, maga a kapcsolat dinamikája jobb felé nem változott, tehát semmiféle előre haladás nem történt, sőt, visszafelé haladott a kapcsolat, teljesen leamortizálódott, teljesen redukálódott már egy tarthatatlan szintre. Szóval, Peti is biztos sokféle árnyalatot, a szürkének nagyon sok árnyalatát ugye letapogatta úgy, ahogy mi is, mert mi ebben sokkal jobbak vagyunk, mint a narcisztikus. És ahogy te, úgy Peti is, azt a konklúziót hozta, hogy ez az utolsó aktus, ez az utolsó mondat, megmozdulás, cselekedet, megcsalás, vagy ami a te kapcsolatban történt, kiverte a biztosítékot. Ezt a határt, ez az ember átlépte, nem csak átlépte, áttörte. Váratlanul, mint egy buldózer, egy bomba robbant a te életedbe. És ezt te ösztönösen érzed. Szóval ezek az ösztönérzések, ezek sokkal fontosabbak, mint a diagnózis. Ettől függetlenül nagyon örülök annak, hogy elmélkedtek azon, hogy mi történhetett Peti kapcsolatába. Ez szuper, és nagyon köszönjük ezeket a különböző megvilágításokat. Valaki azt mondta, hogy narcisztikus, valaki azt mondta, hogy borderline, valaki azt mondta, hogy a nő csak kétségbe esett volt és depressziós. Szóval itt több nézőpont jött bele ebbe a koktélba, és majd amikor hárman fogunk beszélgetni, Márta, Peti és én, akkor majd felfedjük, hogy mi volt lényegében ennek a hölgynek a diagnózisa. Természetesen akkor, hogyha Peti ezt megengedi, egyelőre csak azt mondom nektek, hogy diagnózis volt. Nem kell, hogy te diagnosztizálj, mint szakember, de az ösztönöd, a belső sugallataid jeleznek, azok diagnosztizálnak már neked. Nem adnak egy definíciót, de azt diagnosztizálják, hogy valami nem stimmel ebben a kapcsolatban. Itt, mint az ősembereknél, az ösztönöd, aki téged megment, az ösztönöd, aki jelez már elejétől fogva, azt te racionalizálod egy darabig, és utána, amikor a te határaidat ez az ember áttörte, hirtelen, bezúdulva, széttörve,
szétzúzva a te határaidat, teljesen váratlanul azt is jelezte az ösztönöd. És remélhetőleg az volt nagyon sok esetben nálatok az, amikor rájöttetek arra, hogy ez az a pont, amikor a maszk lehullott, amikor ez az ember teljesen véletlenül ledobta, leengedte ezt a maszkot, elejtette ezt a maszkot. És akkor hogy érzel? A te legnagyobb indikátorod az, hogy amikor ez megtörténik, mikor ez az ember lejtette ezt a maszkot, akkor te úgy érzed, hogy téged gyomorszájba vágtak. Én nekem is így volt, mikor lehullott ez a maszk. Én bennem minden összetört, engem gyomorszájba vágtak, metaforikusan természetesen, mert ez az a pont, amikor tudod, hogy a maszk lehullott, és mindenféle képesítés és tudás nélkül te tudod, hogy itt a maszk lehullott. Na most lehet, hogy te már a maszk lehullása előtt, a határ áttörése előtt már ismerted a narcisztikus kapcsolatokról szóló információkat, lehet, hogy akkor kezdtél utána keresni. Mindenképpen az a lényeg, hogy ahogy Peti is mondta, és útravalóul adta nekünk, hogy elsősorban az ösztöneidre hallgass, és ezt utána csak finomítani tudod a tudással, hogy a következő alkalomkor, amikor újra egy narcisztikus vagy egy toxikus fog a te életedbe lépni, és nagyon nagy valószínűséggel ez meg fog történni, nagy számok törvénye alapján, ugye, meg mindenféle külső kulturális, most már ugye popkulturális tényezők miatt, ez nagyon-nagyon-nagyon valószínű, hogy meg fog történni, hogy akkor te már az ösztöneidből és a tudásból, ebből a fúzióból tudjál időben reagálni. Na most elmegyek és készülök a bulimra, és nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok nektek, próbálok majd mindenkinek válaszolni az e-mailjére, ez most egy ilyen kollektív válasz volt a riportra, és akkor nagyon szép estét kívánok nektek is, és sziasztok!